Már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása, ennek köszönhetően az idén minden adott ahhoz, hogy hosszú, elnyúló kajszi szezonban legyen részünk. A fő gyümölcsünk az a kajszi barack. Több mint 10 éve telepítettem az első 2 hektárt. Azóta 2 ütemben továbbfejlesztettem az ültetvényt. Sajnos az ültetvényre most nem tudunk felmenni, mert éppen egy vihar készülődik, és úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha itt maradunk a válogató részen. Most éppen kajszibarack válogatás folyik. Méretre, minőségre, színre osztályozzuk a barackot, és így kerül tovább értékesítésre. A gazda azt is elmondta, hogy utoljára 2019-ben volt a legjobb termés. A leszüretelt gyümölcs legnagyobb részét kisvejkén veszik meg. Egy részét helyben értékesítjük, egy részét pedig a nagybani, budapesti nagybani irányába értékesítjük, illetve hát körülbelül igen ennyi. Tehát ez a 3 fő értékesítés irány van. A kisvejkére beszállított barackunk, az pedig exportpiacokra kerül, Ausztriába, Németországba, Csehországba megy el a Tolna megyei barack. Az exportpiacra más fajtákat adnak el, mint a belföldi piacra.